komolyan a Szentlélek tart egyből most. De az anyátok, hogy sikerült el, amit. Nagyon kell a lélek, gyerekek, és a szív. Magatokért csináljátok. Jó? Saját magatokat győzzétek le. És az kihat a csapatra. Ennyit tudok mondani. Megvan mindegyik ötökben. Tényleg. Nem szabad letörnek lenni. Mindenkinek lesz mumusa. Hidd el. És most sokkal szebben ment. Olyan sokkal szépen, higgadtan, lassan, tök jó volt. Vagyok benne, nem kell ezen mit szépíteni. Ez a legegyszerűbb. Ezt kell bármit, ezt kell gyakorolni, kész. Nem tudok mit mondani, köszönöm a szurkolást. Köszönöm a bizalmat a Jokerrel kapcsolatban. És olyan sajnálom. A szív és a lélek azért nagyon fontos egy versenyzőnek, mert sajnos vannak olyan helyzetek, amikor sokkal dekoncentráltabb állapotba kerül a versenyző, külső tényezők, fáradtság egyebek által. Viszont sokszor nem is sejti az ember, hogy milyen erő rejlik valójában magában, de csak az a baj, hogy az eddigi tapasztalataikra hagyatkoznak, és bekorlátolják saját magukat. Azonban, hogyha az ember rájön, hogy nincsen korlát, mert tényleg nem létezik, ezeket mi szabjuk meg a fejünkben, és hogyha sikerül ezeket a blokkokat átlépni, elején kicsiben, utána arra jön rá az ember, hogy bármire képes, és lehet, hogy ez ma nem volt, csak egy Joker futam volt a Dórival, de én legbelül tudom, hogy mennyi volt bennem, és annál sokkal többet hoztam ki. Dóri, nem sikerült a Joker futam. Mennyire nehéz ez most lelkileg? Hát nem vagyok a legboldogabb. Nagyon szerettem volna a pontot behozni a csapatnak. Emellett nyilván nekem is fontos lett volna. Nagyon bosszantó az, hogy egyszerűen ez a gyenge dobással nem érzem azt, hogy hova vagy hogyan. A legelső futamban, amit én jónak éreztem és pontosnak, ott a többiek mondták, hogy ne dobjam, és úgy gondoltam, mivel nekik ez jó volt, így nekem is jó lesz. Hát nekem többet kell gyakoroljam. Köszönjük, hogy követtek minket. Ne feledjetek feliratkozni csatornánkra itt lent, és több videóért itt és itt tudtok jelentkezni.